Ó, no, megvakult! Igen, ez remek! De miért is remek? Azért szőragyú, mert Ono az őrszem odafenn az égen. Eddig, ha volt egy zseniális tervem, Ono meglátta, és az őrség lecsapott. De, mivel most nem lát minket, támadt egy ötletem, gyertek! És mielőtt megkérditek, igen, kajáról van szó. Honnan tudja, hogy kajára gondolunk? Mert folyton kajára gondolunk. Ja, tényleg? Na, mi a terve, Dzsangdzsá? Hadd tudjuk meg! Pofon egyszerű, srácok! Picikét várj, csak egy-két perc, és jobb lesz, mint mit elképzelsz! Az ötlet bőrzét megnyitom, tudom, nem lesz semmi nyom! Az őrszemük most gyengén lát, hát lépj az ilyen enyhén át, hogy senki meg ne hallja ezt, ha halk vagy az őrség rajta vesz. Így lesz, így az őrség leköszönés, már jön a rég várt büfézés, a kajálás, a sporád is, ez a legjobb befejezés. Leköszönés, meneklés, hazamenés, meneklés, lakománk vár, de neked tár, jobb a meneklés. Most kell egy trükk, egy csodás új, amitől az őrség porba hull. Már sziklahegyről ma leferedsz el, az csapda a javából, értitek, nem? Ó, szőragyunk! Így az őrség leköszönés, már jön a rég várt büfézés. A kajálás, az parádés, ez a legjobb befejezés. Leköszönés! Meneklés! Hazamenés! Meneklés! Lakománk vár, de neked tár! Jobb a meneklés! Ó, leköszönés! Meneklés! Hazamenés! Meneklés! Lakománk vár, de neked tár! Jobb a meneklés! Még egyszer! Leköszönés! Meneklés! Hazamenés! Meneklés! Lakománk vár, de neked tár! Jobb a meneklés! Most már értitek? Ne mozdulj, kijön! Így most jó? Ha, még nem az igazi! Fesd meg akció közben! Mondjuk így! Na próbáld meg! Mondjuk így! Nem! Nézd ki úgy, mint egy oroszlán! Hogy lehetne még oroszlánosabb? Mondjuk így! Látod? Most told ki az állad, légy menő! Bunga, ez sikiz! Kia, nem nézel ki túl oroszlánosan! Lássuk! Bunga! Ez elég akciódús volt neked, Rafiki! Igen! Egy pillanat, tudom, most engem fess meg úgy! Ezt nehogy megfest! Bocsáss meg, Rafiki! Ne, kösz a segítséged, de kérlek, már ne segítsetek, nyugton kell elmélkednem! Hé, srácok, fontos hírt hoztam! Nem lesz nyugtom. És mi a híred, Besti? Hú, az nagyon fontos. Mondom, itt most jövök az itatótól, és a barátom Kulu unokatestvére hallotta, ahogy egy bivaj beszél arról, amit korábban a húga látott, amikor a csakulasíkság melletti kanyonban járt.